arról szeretnék beszélni, hogy a megalázón viselkednek a gyerekemmel az iskolába, a gyerekeimmel az iskolába. Példa erre, hogy most is kikötözték a gyereket a székhez, mert 90%-ban hiperaktív, és azt mondta, talán arra hivatkozott, hogy nem bírt vele, ezért kötözte ki. Lelkileg megviselt, tehát megszégyenített, tehát 30-valahány gyerek másik gyerek előtt. Gondold el, hogy szégyelte magát, mikor itthon mondta, hogy apa, úgy szégyeltem, lesütöttem a fejemet, és akkor így takartam el a kötelet a kezemmel, hogy ne lássák, hogy meg vagyok kötve. A gyerek hazament, zavartan viselkedett, a szülei is elmondták, hogy, eléggé megviselte ez az egész eset, és panaszkodni kezdett erről a szüleinek, a szülei pedig úgy döntöttek, hogy ezt nem hagyják annyiban, és feljelentést tesznek a tanítónéni ellen. Ebből indult az egész eljárás, amiben a TASZ sértetti képviseletet látott el. Mondtam, hogy valami intézkedést tegyenek az ügyben, mert ez így nem mehet tovább, mert tudomásom szerint a mai világban, 21. században nem lehet kikötözni egy gyereket. Hát a Sátoraljaújhelyi Városi Bíróság személyi szabadság megsértésének büntetében bűnösnek mondta ki a tanítónénit, és első fokon megrovásban részesítette, ami tulajdonképpen nem is büntetés, hanem egy intézkedés. Ebben az esetben a bíróság úgymond nem tetszését fejezi ki a történtekkel kapcsolatban, és felhívja a vádlottat arra, hogy a jövőben tartózkodjon ilyen jellegű cselekménye elkövetésétől. Az ügyesség az ítélet ellen súlyosításért fellebbezett, és másodfokon a Miskolci Törvényszék járt el, aki az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyta. Több mint egy éve történt az eset. Azóta érzi védencem az ellene folyó eljárás minden hátrányát, hiszen nyilván egy kis boldogközi faluban hamar díjra ment az esetnek, elhúzódik az ügy, és személy szerint teljesen biztos vagyok abban, hogy már maga ez az eljárás, amit végigcsinált, alkalmas arra, hogy őt a jövőben minden nemű ilyen és ehhez hasonló cselekménytől visszatartsa. Kétségtelen tény, hogy törvényi tényállásba ütköző megoldást választott a vádlott, tehát a személyi szabadság megsértésének büntetése megvalósult, azonban adott helyzetben, figyelemben az elkövetés összes körülményére szükségtelen a legenyhébb büntetés kiszabása is. Támogatjuk azt a törekvést, hogy mindenféle ilyen esetekben, mindenféle jogsértés esetén, aki kiáll az igazáért, aki kiáll azért, hogy ilyen esetek ne történhessenek meg, azt a TASZ-nak támogatni kell, és ennek a kisfiúnak az apukája pedig kiállt az ő igazáért, kiállt azért, hogy ez igenis derüljön ki, ez kell, kapjon nyilvánosságot, és ilyen esetek ne forduljanak elő többé, és ebben a TASZ úgy érezte, hogy ebben részt kell vennie.